Tisztelt Német Sándor. Az lenne kérdésem, hogy az Antikrisztus egy születésétől erre feladatra elrendelt ember. Ha igen akkor számára az Isten nem adja meg a választás lehetőségét, ő már az örök kárhozatra született, ha nem, akkor pedig ki lesz ő, egy gonosz angyal vagy maga sápán, emberi formád vesz fel, előre is köszönöm válaszát egy 16 éves keresztény fiatal. Nagyon jó kérdés, nem könnyű rá válaszolni. És több feltételezés van ezzel kapcsolatosan. Van olyan, aki úgy gondolja, hogy a sátának az inkarnációja, de én erre ezt nem gondolnám. Ugye van egy olyan igehely, amely az bizonyítja, hogy az Antikrisztus valamiféleképpen kapcsolatos a kereszténységgel, mert a onnét vál ki, tő odnét jött ki, tehát éppen ezért ö, ezt figyelembe kell venni és valószínű, hogy volt -e talán jó időszak az életében. Úgy tűnik, hogy ha igaz, úgy kell értelmezni a, a, azt a verszakot, ahogy az le van írva János jelenések 13-ban, hogy halálosan megsebesül, és a sebesüléséből felépül, tehát úgy látható, látszatra meghal, tehát egy feltámadáson megy keresztül, én azt gondolom, hogy ott biztos, hogy egy sátáni természetnek és erőnek a kiáradása történt, történik meg ezzel az emberrel kapcsolatosan, és akkor lesz tele a sátának az erejével. De nyilván ennek meg lesznek az előzménye is. Tehát ezért nem tudok pontosan válaszolni arra, hogy eleve már úgymond harag edényére volt rendelve, mert a fáraót szoktuk példaként előhozni, vagy felidézni. Ugye fáraónál is meg volt igazából a lehetőség arra, hogy az első isteni hívásra engedelmeskedik, de megkeményedett, először ő keményítette meg a szívét, majd utána jött egy másik időszak az életébe, hogy Isten keményítette meg a szívét. Tehát valószínűnek tartom, hogy ez fog megtörténni, ezzel a világ diktátorával, akit a keresztények antikrisztusnak neveznek, antimesiásnak neveznek, hogy van lehetősége arra, hogy engedelmeskedjen Istennek, együttműködjön Istennek, de erre valószínű, hogy megkemény, ellenáll, konfrontál, a politikai hatalma nagy, és halálosan megsebesítik és valószínű, hogy a föltámadásában egy sátáni beavatkozás e, történik, és el, e, az bizonyítja, hogy megtellik, ahogy utána mondja az ige, magával a sárkánynak az erejével is hatalmával, és az ő kultusza és imá személyének a, az imádása, az e, közvetlenül a sárkánynak vagy a sátánnak az imádását jelenti, tehát a szövegben, ezek vannak leírva, ezekből lehet rekonstruálni, hogy valóban mi fog történni. De hagyjunk bizonytalanságokat, kérdéseket, mert általában a proféciákat akkor tudjuk világosan látni, megérteni, amikor beteljesedik, mert hogy milyen módon fog az megtörténni.